Áldás békesség, fő és nagy tiszteletű uraim, szolgatársaim az Úrban, hölgyeim és uraim. Isten áldását kérem igen fontos tanácskozásunkra. A nyugat-európai magyar nyelvű református lelkigondozó szolgálat tisztségviselőjeként szólok a nagy európai szorványban élő magyar reformátusokról. Nyelvi, illetve felekezeti szorvány helyzetben szolgálatunk célja és feladatunk a vallás és vállalás. Ezt zsinat presbiteri elv alapján szerveződve és európai keretszervezetként a magyar nyelvű igehirdetést, a református hagyományok, valamint lelki értékeink megőrzését szolgáljuk. A Kárpát-medencén kívüli európai református, illetőleg egyetemes keresztény szorvány magyarság önazonosságának megtartása az egymásért való felelősségünktől függ. Sors kérdés a magyar szorvány lelki gondozásának megoldása, egyetemes magyar ügy, közös felelősségünk, melyet átfogóan és sürgősen rendeznünk kell. A hitvallásunk még él, annak ellenére, hogy lelkészeink elhunytával vagy elköltözésével pásztor nélkül maradt sok előregedő és sorvadó gyülekezetünk. Reménységünk, hogy nem hal ki ajkunkról a magyar szó, az édesanyanyelven elmondható ima. Ez pedig már nem csak azt jelenti, hogy megjósoljuk a jövőt, hanem hogy felelősen meg is alkotjuk. Működési területünkön Európa 14 országában jó 4 millió magyar ér felbecsüléseink szerint. Közülük mintegy 100 000 a református, de ezeknek legfeljebb 5-10%-át tarthatjuk a magyar gyülekezeteinkhez tartozónak. Mindenfelé törtet az elvilágosodási folyamat. Gyülekezeténk törzsgárdája ma már a 80-as évek erdélyi menekülőiből áll. Lassan elfogynak az 56-osok, leszármazottjaik pedig már alig tartanak velünk. Az erdélyek kirajzását a lényegesen kisebb nagyságrendű jugoszláviai magyarok követték. Külön csoportot képviselnek a gyermekvigyázást vállaló oper fiatalok, növekszik a hosszabb, rövidebb ideig közöttünk tartózkodó műszakiak, illetve egyetemi továbbképzésre érkezők száma is, akiknek nincs vallásos hátterük, ha van, akkor pedig hiányos, és az itt élőkhöz állandó jelleggel nem kötődnek, de anyanyelvi óvodai foglalkozásaink zövét ők adják. Szolgálatunk rendszeresen tartja teológiai összejöveteleinket és évi küldött közgyűléseinket. Elődeinkről elmondhatjuk, hogy 1944-ben rendkívüli történelmi szerepet töltöttek be, amikor Nagy Sándor és munkatársai Ravasz püspök megbízásából és az egyetemes konvent egyházjogi folytonosságával országokként Anglia kivételével megalakították a szorványban élő magyar református egyházat, elsősorban protestáns és ökumenikus alapon. Ennek utódjává lett 1957-ben a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat. Európa szerte gyülekezeti szinten és testületileg testvéri kapcsolatot tartunk az evangélikusokkal, és 81 néhány városban magyar protestáns istentiszteletet tartunk. A második világégést követő hírhedt korszakban jó fél évszázadon át szüneteltek kapcsolataink a Kárpát-medence tömb reformátussága hatalom irányította hivatalosaival. A két oldali lelki vérkeringést 1991-ben helyreállítottuk, és 1992-ben először Sárospatakra tértünk haza gyökereinkhez. Azóta két évenként körbelátogatjuk a Kárpát-medence történelmi protestáns egyházait, és ott tartjuk rendszeres teológiai konferenciánkat, illetve szolgáltunk rendes évi küldött közgyűléseit. 1991-ben alapító tagja lettünk a Magyar Reformátusok Világszövetségének. E kezdet után meghívásunkra 1991-ben a Lundi Teológiai Konferencián először láttuk vendégül a Kárpát-medence 10 küldöttét. Tagjává váltunk a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinatának is. Az évszázad végén bekövetkezett közép-kelet-európai rendszerváltásra pedig új területi egységekkel gazdagodtunk, Berlin, a balti államok és Prága. Igyekezünk megőrizni örökségünket és egyházi közösségeinket, a gyülekezetek közötti közvetlen tájékoztatás és kapcsolattartást, a gyülekezeti lapokkal, rendszeres levelezéssel és a világhálón 1996 óta levő honlapunk folyamatos frissítésével. Főállásban 40-50 magyar református lelkész dolgozik a befogadó országok egyházi ellátmányának keretében, de csak jó tucatnyi végez magyar szolgálatot gyakran önként és díjmentesen. Tisztes kivételt képviselnek az angliai, illetve a hollandiai magyar reformátusok, akik önfeltartók, igen sanyarú körülmények közt. A protestáns és ökumenikus egység tudatosítására 1986 óta
hat alkalommal evangélikus testvér szolgálatunkkal közösen magyar protestáns nyugat-európai konferenciát tartottunk. Mit kívánunk hát? Csupán annyit, hogy anyanyelvünkön tisztelhessük az Urat Európa szerte, és gondoskodni szeretnénk arról, hogy az üdvtörténet küldetésében hozzánk magyarul beszélő református keresztjénekhez érkezett Urat utódaink is anyanyelvükön ismerhessék meg. Nemzetünket az évszázadok folyamán, az anyaországban, de különösen a kisebbségi sorban az egyház tartotta meg öntudatában azon a nyelven, melyet Ravasz László így jellemez. Igen, nékünk a nyelvünk nagyobb kincsünk, mint földünk, mert régibb, és akkor is él, amikor a föld már nem a miénk. Nagyobb, mint a történelmünk, mert a történelem a nyelvben elfér, de a nyelv nem fér el a történelemben. Ezt az élő, zengő testet, ezt az óriási és közös műalkotást, kibeszélhetetlen szépségű lélekparkot maga az alkotó teremtette, sok ezer év finomította, fejlesztette, ápolta, dolgozott rajta az idő, az évszakok járása, természet és történelmi erők, lángelmék alkotásaikkal gazdagították, felfedezők kincséket ide rejtették el, győzelmeikkel eszentelték meg. Igazán közös kincsünk, az egyetlen nemzeti vagyon, amelyből a szegény embernek is éppen annyi jut, mint a hercegnek, és csak annak nincs belőle semmije, aki maga dobta el magától. A múlt század 90-es éveiben bekövetkezett közép-kelet-európai történelmi fordulat a nyugatra sodródottak helyzetét is megváltoztatta. A befogadó országok, ahol csak tehették, lerázták magukról a menekülteknek immár nem nevezhető magyar ajkú adófizetőik pénzéből visszaszármaztatott csekély anyagi támogatást. A leépítés következtében sokfelé megoldatlan a folyamatos magyar szolgálat és nehéz a magyar lelkészek helyzete. Külön fejezet az egyedüli nyugati magyar gimnázium gondja Németországba. Hitvalló elődeink megküzdötték ama nemes harcot, emberileg teljes magukra hagyatottságba. Mi folytatjuk és elmondhatjuk, hogy az Úristen csodálatos kegyelme és gondviselése, hogy még nincsen végünk. Ám az új lehetőségekkel egyfajta úttörő szerep vállalására kényszerülünk, és kevésbé hagyományos megoldások keresésére. Választhatunk, vagy egy ökumenikus közösséget építünk közösen, vagy folytathatjuk az önfenntartásra alapozott magyar ajkú felekezeti szolgálatot. Mindkettő esetén jogot formálhatunk egyházadó szedésére, ám mindez csak akkor működik majd, ha atyánkfiai a lelkesedésekünk kívül felajánlják a zabukat, ért pénzüket is, és vállalják az anyagi terhet. Mindamellett, hogy rengeteg újabb gond is lesz, példaként csak az ekleziológiai és ordinációs zavarokat említeném. Ahhoz, hogy küldetésünket együtt és egyetemesen élhessük meg, a szervezetek jövője a diaspora életében szükségszerűen bekövetkezendő keresztjén paradigmaváltás folyamatos megvalósítása lehet. Gondjainkkal előhozakodtunk a Magyar Reformátusok Tanácskozó Zsinatánál és a Magyar Reformátusok Világszövetségénél is. Javasoljuk, vállalja fel a zsinat elsősorban a lelkészi utánpótlás megoldását az európai szorványban. Állapodjék meg teológiailag, egyházpolitikailag, minden ekleziológiai és emberi kötöttség nélkül például az ökumenikus tanács tagjaival, melyik fejkezet és melyik egyházkerület vállalja az otthon jelzőjét, és haladéktalanul lásson munkához. Krisztus egyháza térben és időben összetartozik. A magyar érdek az, hogy az erők összeadódjanak, megmaradni úgy tudunk, ha összetartunk és dolgozunk a magyar jövőért. Magasabb szintű, új minőségű és felekezeten felüli összefogással. Az ökuména számomra nem ütköző, hanem híd, melyet küldetés tudatból kell művelnünk, mert Krisztust nem lehet részekre osztani. Hinnünk kell abban, hogy érdemes magyarként megmaradnunk, nem csak a Kárpát-medence földrajzi széttagoltságában megkérdőjelezett haza számára, de a nagyvilág bármely pontján is, ahol tisztességet szerzünk annak az egyetemes, és ebben az értelemben ökumenikus szellemi hazának, melyet egységes lelki közösségként magyarságunk képvisel. Karizmatikus vezetőink voltak és vannak, de a harmadik évezredben nem csúcsoknak kell érintkezniük, hanem a fonalaknak kell egybeszövődniük. Mi tehát a magyar érdek? Az, hogy az erők összeadódjanak. Nékem ez teljesen természetes. A jó akaratú emberek többségének is ezt kell jelentse. Most itt van a történelmi lehetőség, hogy egy irányba forduljunk. Az a dolgunk, hogy felmutassuk Krisztust. Nem politizálok.
hanem alkotótársakat keresek a harmadik évezredben, ahhoz a szolgálathoz, amelyet hitvaló elődeink elkezdtek. Így közelítsünk teendőink felé, ne panaszoljuk, hogy milyen szorongatott helyzetben vagyunk, bár ez a megközelítési mód is indokolt, mert beszélnünk kell arról is, hogy fogyunk és pusztulunk. De azt is látnunk kell, önazonosságunk erősödik a nyáj maradéka esetében. A hűségesek esetében a megpróbált egyház hite felragyog. Kisebbségben is tegyem hozzá szorványhelyzetben, a protestáló hit lét jogosultsága még inkább megvan a magyar reformátusságban, küldetéstudatunk az általános keresztjén küldetés része. Egyesíteni kell erőinket, hogy a nemzet szolgálatában és Isten nagyobb dicsőségére betölthessük hivatásunkat. Hitben, kultúrában, tudásban, civilizációban egyaránt evangélium szerinti minőséget akarunk. Ez a viszonyulás igehirdetésünk sarokköve is, ezért nem cserélhető fel az igehirdetése üres nemzeti frázisok pufogtatásával. Álljunk hát élére annak az úttörő munkának, amely a magyar szolgálat megmaradását ökumenikus egyházi keretben biztosíthatná. Emeljük államközi, diplomáciai szintre a megoldásra váró kérdéseket, amelyet a mindenkori magyar államvezetés költségvetési elkötelezettséggel is megoldandó politikai feladatainak tekintsen. Fejszés András, hogy egyek legyenek című verséből idézve zárom mondani valóimat. A teljes egység még messze van, ahogyan azt Krisztus kérte, de már nem álom, megvalósulhat, ha mi is imádkozunk érte. A magunk hitét megőrizzük, tiszteljük, becsüljük a másét, mint szeretetben hívő társét. Tudunk imádkozni egymásért, így tudunk szólni egymáshoz szépen. Testvérem, az Úr nevében őrizzük meg a lélek egységét a békességnek kötelékében. S ha már ma megfogtuk egymás kezét, meg ne szűnjön köztünk a párbeszéd. Köszönöm szíves figyelmüket!